Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Minden nap egy kicsit más a hidegnek a szorítása, de egy biztos, hogy ezen a télen tényleg hideg van, és mire ez a felvétel adásba kerül, még akkor is nagy valószínűséggel süttyognak majd a mínuszok a fejünk körül, és ez az önkormányzatnak is különböző szinten, különböző feladatokat jelent. Polgármester úr, Kőbányán mi a helyzet hidegügyben? Kőbányán is hideg van. Vártuk egyébként ezt a hideget, hiszen évek óta nem volt komolyabb fagy. Mindannyian reménykedünk abban, hogy ilyen időszakban a kártevők egy kicsit ritkulnak. Rossz hírem van egyébként, a poloskák át fogják vészelni. Bírják ezt, vagy nem veszélyezteti őket ez a hideg. De azonban az önkormányzatnak valóban ilyenkor plusz feladatai adódnak. Egyrészt fokozottan figyelni kell azokra, akik nehezebb körülmények között élnek, akár az utcán, akár magányosan töltik a mindennapjaikat. Figyelni kell rájuk. Ez egyébként mindannyiunknak feladata, hogy a környezetünkben az elesettekre vigyázzunk, észrevegyük azt, hogy nem jött ki napok óta, nem füstöl a kémény. Ugye az önkormányzat igyekszik már hónapokkal korábban készülni erre az időszakra. Ingyenes tűzifát biztosítunk azoknak, akik erre rászorulnak. Illetve nagyon fontos ebben az időszakban, amikor megjelenik a hó, a jég, a síkosságmentesítés. Az egész ország nem áll ebben jól, ahogy nézem a híradásokat, a különböző közösségeket, portálkon a bejegyzéseket. Kőbányán is mutatkozik etéren gond. Valahogy elszoktunk attól, ha leesik pár centi hó, mit is kell tennünk. Ne ezzel ragadjuk meg a lapátot és a seprűt, már pedig mindenkinek a házatáján söpörni kell. Az önkormányzatnak elsősorban az általa működtetett intézmények, illetve a sétányok karbantartása, tisztítása feladata. Ezt a munkát egyébként jó százalékkal is tudtuk végezni a megfelelő időpontra. Azonban látom, hogy nagyon sokan nem takarították el a havat, fagyosak a járdák. Amire még figyelnünk kell, ilyenkor különösen, hogy a fűtés minden intézményünkben rendben legyen. Ne fázzanak a gyerekek a közintézményekbe, ahol melegedőként is jöhetnek, melegedő funkciót is kapnak, ott valóban ezek a terek rendelkezésre álljanak mindenki számára, aki esetleg otthon nem, de egy közintézményben el tudja tölteni azt a pár órát, ami egy kicsit átmelegszik. Szóval sokféle lehetőség van, de részben keresni is kell, tehát kérni kell adott esetben lehetőséget, részben pedig ugye az, aki segíteni akar, az tudhatja, tényleg akar. Láttunk olyan akciókat, amelyek abszolút civil kezdeményezések, ruhagyűjtés, ruhák átadása rászorulóknak. Kőbánya szerencsére ilyen szempontból jól ellátott intézmény. Ennek egyébként a mindennapokban látjuk a nehézségeit is, hiszen számos nappali melegedünk van. A nyári napközis tábor területén, volt tábor területén működtetünk egy baptistákkal közös hajléktalan ellátó centrumot, ahol étkezni is lehet, ruhát mosni, tisztálkodni, tehát számtalan olyan pont van, nappali melegedők, ahol a hajléktalan sorban élők is ezt az időszakot át tudják vészelni, vagy olyan körülmények között tudják megélni az életüket, ami nem jelent közvetlen veszélyt. Ha nem is a hideghez kapcsolódik, de mindenképpen ehhez az önkormányzati szociális gondoskodási csomaghoz tartozik az, ami az a agyhártya gyulladás elleni védőoltást jelenti. Ugyanis vannak, akik úgy gondolják, hogy ez privilégium, de Kőbányán ez nem az. Az a helyzet, hogy a méhnyak elleni oltás ingyenessé tételét évekkel ezelőtt megkezdtük. Amikor pár évvel ezelőtt az állam a lányok oltását ingyenesen lehetővé tette, akkor azt az összeget, amit eddig erre a célra használtunk föl, azt nem vettük ki a költségvetésből, hanem kerestünk egy olyan védőoltást, ami sokak számára fontos lehet, és Kőbányán már harmadik éve ingyenesen érhető el a fertőző agyhártya gyulladás elleni védőoltás. Egy adott korosztály kérheti mindig ezt, most azok kérhetik, akik 2016. december 31-ig betöltötték a 10. életévüket, ezt az oltás február közepéig lehet igényelni, ingyenes,
biztatok mindenkit, aki ebbe a korosztályba tartozik, hogy kérje. Különböző mérések igazolják azt, illetve a közelmúlt tragikus eseményei, kinyílt a világ, a fertőzések jönnek, érkeznek Magyarországra is, hogy fontos ezekkel a védőoltásokkal élni. Úgyhogy én biztatok minden olyan szülőt, akinek a gyermeke tavaly töltötte a 10. életévét, jelentkezzen az oltásért. Jelentkezzen a különböző intézményeknél, ugye, tehát az egészségügyi intézményeknél, nem közvetlenül az önkormányzat. Az önkormányzat honlapjáról letölthető az az igénylő lap, amelyet ki kell tölteni, és ott meg kell jelölni egyébként, hogy a szülő hol kéri a gyermekének az oltás beadását. Ez lehet akár az iskola, ahol a gyermek tanul, ott beoltja az iskolorvos, vagy lehet a házi orvosnál is igényelni az oltás lehetőségét. A napi praktikumok mellett ilyenkor évelején gondolom, hogy a Rubik kocka az önök kezében, az a jelképes Rubik kocka, az a költségvetés nevet viseli, hogy állnak ezzel? Pörög. Összegyűjtöttük ugye az igényeket az elmúlt hetek, hónapok során. Ez mintegy 6 milliárd forinttal magasabb összeget mutat, mint ami a lehetőségünk. Nyilván most egy nagyon komoly tárgyalássorozatban vagyunk. Igazából most dől el az, hogy mire fog jutni ebben az esztendőben, illetve mire tudunk már szállni forrást, hogy a következő éveket előkészítsük. Tegnap este is elmúlt 9 óra, amikor felálltunk a tárgyalóasztaltól, reggel korán kezdtük. A mai nap is a felvétel után így fog telni, illetve a hétnek minden napja. Minden intézménycsoporttal, kerületi, önkormányzati cégek vezetőivel, intézmények vezetőivel egyeztetünk arról, hogy hogyan is tudjuk ezt az évet szervezni, milyen költségvetési keretek között. Éppként, hogyha így költségvetés szempontból az éveket összehasonlítja, akkor vannak jelentős különbségek? Tehát most ebben az esztendőben is nagyjából ugyanazokat a típusú feladatokat kell elvégezni, de vajon a gazdasági környezet változik-e? Kell-e számot vetni olyasmivel, amitől esetleg kevesebb lesz a elkölthető pénz, vagy esetleg jó esetben, hogyha több? Elég kiegyensúlyozott környezetben tudunk gazdálkodni, jelentős változások nincsenek. Nyilván a minimálbér emelése, adóváltozások, áfacsökkenés, ez mind-mind befolyásolja a mi költségvetésünket is, de nem döntő mértékben. Tehát nincs jelentős változás. Az látszik egy picit megint, ugye a béremelés elérte az önkormányzat számos intézményét, különböző területeken jelenik meg, polgármesteri hivatalnál is meg fog jelenni, hogy ez egy kicsit megint a működés felé billenti, a működési kiadások felé a költségvetést, nem olyan mértékben, mint az korábban jellemző volt, tehát még bőven tudunk felhalmozásban is, beruházásokban is gondolkodni. Úgyhogy nagy változás nincs ebben az esztendőben sem. Ugye az iskolák ma már január 1-től nem tartoznak az önkormányzat gazdálkodási körében, ez egy jelentősebb változás, őket teljes mértékben átvette az állam működtetés tekintetében is. Ez nyilván meghatározza majd a különböző felújítási feladatainkat, hiszen bár már nem a miénk, de azért a keresztúdúti iskolára fogunk egy komolyabb összeget szánni, hiszen ott az elmúlt években elmaradtak a felújítási munkák, de a többi intézményből ki kell vonulnunk, hiszen állami feladattá vált. Rendszeresen hirdetnek, szponzorálnak olyan rendezvényeket, amelyeken különböző korcsoportok emberei vehetnek részt, legyen ez kulturális, vagy úgymond szabadidős tevékenység. Most az idősek lesznek napirenden. Mit tartogatnak? Kőbányán nem csak október hónapban, ez az idősek hónapja, vannak fókuszban az idősebbek, hanem azt lehet mondani, hogy egész évben. Nagyon fontos, hogy az év minden szakában megjelenjen egy-egy program, egy-egy olyan lehetőség, amely kihozza az egyedül élőket a mindennapok magányából. Most két programmal is indítjuk az évet. Az egyik egy tavaly indult kezdeményezés folytatása, a süti, fánk sütő verseny. Erre január 27-ig lehet jelentkezni. A másik pedig a Senior Ki Mit Tud. Itt különböző kategóriákban az ének, tánc, hangszeres zene, vers, próza az, ami előfordulhat. Erre január végéig lehet jelentkezni, és rögtön februárban indul a verseny, a megmérettetés.
Ha már itt az éneket említette, akkor bár ez nem közvetlenül az ön feladata, de biztos, hogy foglalkozik ezzel. Eredetileg olyan hírek voltak, hogy 2017 elején az Operaház már a kőbányai létesítményben kezdi meg az évet. Tud-e valamit erről? Sajnos csúszik a beruházás, két közbeszerzést is kiírt az ezért felelős szervezet, itt az állam a beruházást elvégző szervezet, mind a két közbeszerzés sikertelenül zárult, magasabb árajánlat érkezett mind a két esetben, mint a rendelkezésre álló forrás. Így indul a következő eljárás. Bízom benne, hogy sikerrel, és megindulhat ez a nagy beruházás is. Egyébként Balogh miniszter úr is sorolta az elmúlt napokban azt, hogy milyen komoly kulturális beruházások indulnak a fővárosban, és ezek között kiemelte az Operaház műhelyházát is, amely Kőbányán valósul meg. Szóval akkor a közbeszerzés az, ami a szűk keresztmetszet ilyen szempontból, ha ez meg lesz, akkor beindulnak majd az emberek meg a képek. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.